közel 3 évtizedes hagyomány már, hogy a farsangi időszak alatt a szekszárdi Dienes Valéria általános iskola pedagógusai svábbált rendeznek a gyerekeknek és szüleiknek. Ez lesz az idén a 28. svábbálunk. Van két olyan szereplőnk, akik kezdetektől fogva részt vesznek a programunkban. Ez a szekszárdi ifjúsági fúvószenekar és a szekszárdi Mondsány kórus. Rajtuk kívül fellépnek a programban a Wunderland óvoda kis táncosai, és iskolánknak a táncosai és a kórusa. Ez egy teljes iskolára kiterjedő program, tehát az iskolának is minden tanulója itt van, és minden pedagógus részt vesz a szervezésben. A főszervezés a német munkaközösségé, de mindenki részt vesz benne. És egy elég nagy munka. Pénteken tartottunk egy főpróbát itt a művelődési házban. Elvileg mindenki tudja a munkáját, és reméljük, hogy jól fog sikerülni idén is. A legelső svábbált azt emlékszem, hogy még a régi gyermekek házában tartottuk. Ez 92-ben volt, és Vitéz Zsolt igazgató úr vezetésével. És aztán úgy lassacskán kinőttük, átkerültünk ide a művelődési házba. Amikor felújították, akkor kicsit beszorultunk az iskolánkba, de most, hogy megint ide tudunk jönni, akkor itt szebb körülmények között tudjuk megrendezni az egész bált. Több mint 500 gyerek állt színpadra az est során, amire a gyerekek alaposan fel is készültek, sőt nem csak a színpadi műsor betanulása és előadása volt a feladatuk, hanem a műsorvezetésért is ők feleltek. Ez hagyomány már. Erre az évre azt kaptam feladatul, hogy én legyek a műsorvezető, a német műsorvezető. Igazából örültem neki, mert hát még nem voltam. A ruhám, ami rajtam van, az egy sváb népviselet, jön ki. Anyukám és apukám érdeme, hogy ez most itt rajtam lehet. Ők szerezték a ruhámat, anyukám egyik munkatársától. Ugye a magyar műsorvezetővel is, és az egyik igazgatóhelyettesünkkel, Erika nénivel együtt hát összeültünk, úgymond, és átbeszéltük ezt az egészet, hogy a hanglejtések, hogy hogy kéne elmondani a mondatokat, és a kiejtést is persze, főleg a németnél. Igazából tegnap csak kétszer tudtuk ezt sajnos elpróbálni, egyszer a színpadon, és egyszer hát egy ilyen teremben, és hát igazából a folyosón. Most is elpróbáltuk, hát remélem, hogy sikerülni fog a színpadon is ugyanígy mondani. Amit ma lehet látni, az egy komplex hagyományőrző munkának az eredménye. Tánc, ének, zene, viselet, aztán a bálban maga a svábbál, a tombola, sváb süteményeket is hoznak a szülők a tombolára, a büfébe, és a tombolába is igyekszünk olyan tárgyakat is válogatni, amik a sváb kézművességhez kapcsolódnak. A táncokhoz használt viseletek legtöbbjét a gyerekek nagyszülei még nap mint nap hordták. Én a villányi vasárnapi ünnepi viseletet hordok. Meg ez ilyen ifjú asszony viselet is egyben. Mitől villányi ez? Hát, hogy élénk színei ugye a lila, a fehér és a fekete szín. Enyém szálkai viseletet hordok, ünnepi és templomba is ezzel mentek. És a kabátka, vagyis magyarul röpike, az 100 éves, és a többi pedig 90 éves. Ennek is nagy hagyománya van már, egy színvonalas népviseleti bemutatót rendezünk már sok-sok éve. A szülők és nagyszülők felkutatnak értékes ruhákat, ráadják a gyerekeikre, és ezeket is megnézzük, és hát még van egy értékelés is. Úgyhogy még díjakat is lehet nyerni rá, a zsűrinek biztos, hogy nem lesz könnyű dolga, mert nagyon sok szép értékes ruha lesz.